Sziasztok! Szandra vagyok, és elhoztam a legújabb gameplayemet. A mai gameplayben a finn lovakat fogjuk megnézni végre. Tudom, egy kicsit le vagyok maradva, de sok dolgom volt ezen a héten, de itt vagyok! Itt vagyok, és megnézzük a finn lovakat, és lehet, hogy venni is fogok őszintén, szóval... Nem tudom, az lehet, hogy egy külön videó lesz. De! Még mielőtt felépnék a játékra, gondoltam, nézzük is meg ezt a teaser videót, mert én még nem láttam, és kíváncsi vagyok rá, és nézzük igazából. Nekem a színük már most... Úgy érzem, hogy nagyon fog tetszeni nekem ez a ló. Ez a szín annyira nem tetszik nekem. Palomino! Ez... Jaj, de tetszik ez. Uramistennek... Ez a palomino iszonyat édes. Ez a barna... Na jó. Uf. Nagyon tetszenek. De hát mit is írnak róluk igazából? Hányat hoztak be? Négyet? Ja nem, nincs is ide írva, hogy mennyi. Ja, de itt vannak. Az összeset behozták? Mi? Hát ez isteni. Na, de uramisten, jó, akkor pintába kell menni, és fiúkba, és van egy kendersörényi sárga, egy más sárga, egy vörös sárga, egy világos sárga, egy palomino, egy almászürke, és egy fekete! És két sörény stílus, ezekre nagyon kíváncsi vagyok, és 850-be kerülnek, ami szerintem amúgy egész jó ár, ahhoz képest, hogy újfajta, és ahhoz képest, hogy az összeset behozták, azért ez durva. De nézzük is meg! És, amint felértem, már is egyből itt van. Megérkezett a strapabíró finnló. Hát akkor nézzük is meg. Igen, az utolsó live-om óta nem léptem fel SSO-ban. Ami egy kicsit gáz. De ez van. Szóval akkor nézzük is meg. Az első úti célom Pinta lesz. Ott megnézzük azt, ami jelenleg Pintában van, de ez át fog kerülni Fieldgrove-ba, szóval aki esetleg nem lenne Rider, az mindenképpen nézze meg a mostani Pintait. Így, de lassú vagyok. Lehetetetnem kéne néha a lovaimat, de csak lehet. Nem vagyok állatkínzó, biztos nem. Ja, de szóval most egy van Pintában, a többi meg mind Fieldgrove-ba. Amúgy nem tudom, hogy hova rakták őket Fieldgrove-ba, mert ott annyira nem volt ilyen plusz hely, de aztán lehet, hogy ugye csináltak nekik, szóval kíváncsi leszek. Igazából szerintem még beleférhet, ha veszek. Nem tudom. Mert őszintén szólva nagyon tetszik, legalábbis a videó alapján. És tudom, hogy van ilyen különleges képessége, jó, az SSO-ban különleges, hogy le tud feküdni a ló. Amire én nagyon kíváncsi vagyok. Nagyon-nagyon. De viszont ugye vettem Erinist mostanában, akkor Bumblebee sincsen feledzve. Meg van pár lov, amit fel kéne edzeni. Nem tudom, hogy most kéne vennem finn lovat, vagy nem. De nagyon tetszik. Jaj, istáló! Ezeket még mindig nem nyitottam. Így, és akkor. Let's go. Most már tényleg megnézhetjük ezt a Fort Pintait. Jaj, de szép! Pont őt néztem egyszer. Vagy hát a videó. Nem őt néztem a videón? De őt. Uff. Hú, de jól néz ki. De ilyen kis pici. Hát de cuki. Vagy csak nem a Clydesdale-el kellett volna ide jönnöm. De uramisten, de édes. Oh, nagyon tetszik ez a kis. Imádom a jegyeit. Azt, ha valamit tudnotok-e rólam, az az, hogy a jegyes lovakért én oda vagyok. Meg őszintén nekem ez a szín, akkor ő lehet a... Mi is ez? Nem is tudom kimondani, gyerekek. Kendersörényű sárga. Szerintem ő lehet az. Szerintem. Legyen az. Max Fieldgrove-ba majd megcáfolom. Nem tudom. De... Nagyon tetszik. És szerintem amúgy a karakteremhez jól is állna.
Szóval, eddig ő 10 per 10. Mua, puszi neki, imádom, legjobb. És akkor nézzük Filgrove-ba az összes többit. Uff. Jézusom. De durva lesz ebből választani. Én fel se készültem szerintem erre. Na de akkor, hol vagytok? Hol vagytok, hol vagytok, hol vagytok? Vagy ide besruvasztották őket? Kik ezek a lovak? Ők a finnek? Ja, oké, okay, jó. Mondom, kicsit fura. Ja, meg itt a göndörlovakat majdnem. Őket se ismertem föl. Hirtelen. De így, jó, akkor kezdjük innen. Meg is van a málsárga. Vagy hát, szerintem. Vagy, nem, ezt néztem a videóban, nem. Uramisten, már nem is emlékszem. Ő is nagyon tetszik. Á, de megyünk sorrendbe, megyünk sorrendbe, megyünk sorrendbe. Szóval, akkor, itt a málsárga. Ő... De a jegye van, szóval muszáj szeretnem. Imádom. Bár nekem amúgy annyira az a málsárga szín nem a kedvencem. Meg szerintem, de mondjuk a karakterem hajához meg tökre illene. De... Aj, miért ilyen édes ez a ló? Ez így nem jó. Ez így nem jó. Nem tetszik így. Hogy ennyire... Oh, és miért van ennyi? Nem akarok több lovat venni. De, és mindegyiken raktak jegyet, tehát ezek engem megölnek. Engem megölnek. Ő lehet szerintem a vörös-sárga. Igen, ő ilyen vöröses. Ő amúgy nekem nagyon hasonlít ilyen angol telivér színre. Bár nem, az hülyeségben, az teljesen sárga volt, inkább olyan színe van az angol telivérnek. De nem tudom, valamiért hajaz rá nekem. És... Hát, jó, mondjuk eléggé furák ezek a kis foltok rajta. De viszont a jegye... On point. Nagyon tetszik. Ugye a kis zoknikat is megkapta, ha ez zokni... Fogalmam sincs már sajnos. De... Eddig... Amúgy a pintai viszi a prímet, de lehet, hogy nem sokáig, mert itt van a sima sárga, vagy hát világos sárga, mondjuk azt. Vagy lehet a másik, ami... Nem, nem. A másik az biztos a kendersörényi sárga. Ez lehet a világos sárga. Hát, én élek halok ezekért a lovakért, esküszöm. Lehet, hogy új kedvenc lesz. Mondjuk a mozgását nem tudom, hogy milyen. Videóban jobban figyelhettem volna. Itt az almás szürke. Nekem ezek a lovak mindig is bejönnek. Hát ugye Clydesdale is, nézzétek meg. Hát olyasmi. Tökre aranyosak vagyunk egymás mellett. De uff, nagyon tetszik. Jaj, nehéz lesz ez a döntés, úgy érzem. Nehéz lesz. A fekete is nagyon uff, tiszta hannoveri. Tudjátok, Hannoveri. A legalábbis a jegye. Nem tudom, hogy fekete lovat most vennék-e. Mert... Jézusom. Gyerekek, segítsetek, nem tudom, nem tudok dönteni. Ez a hóka, ez az álmom. Nem tudom. Miért kellett mindegyikre jegyet rakniuk? Még a palomi... És a palominónak is van jegye? Hát én ezt nem hiszem el. Én ezt esküszöm, hogy nem hiszem el. De szép! Mondjuk itt is nála is vannak ilyen fura foltok. Lehet, hogy ezért ki fog esni a palomino? Hajjajjaj! Hajjajjaj! Nem tudom. Nem tudom. De egyet biztos, hogy megveszek, de nem tudom, hogy melyik egyet. Ez magyar volt? Nem mindegy. Nem tudom. Őszintén szólva, ez a málsárga is most már tetszik. Nem tudom, úgy el tudom képzelni, hogy Zsani rajta ül. Vagy hát én, jó, de értitek. Nem tudom, basszus. Hideg tűrő, még egy pluszpont. Nem tudom, lehet, hogy többet veszek, de az meg... Lehet, hogy legyen egy nagy shopping spree a finn lovakból. Uramisten, nem tudom. Nem tudom. Ezt lehet, hogy
későbbre hagyom a döntést, mert most esküszöm, hogy nem tudok dönteni. Ti melyiket vettétek meg? Hogy tudtatok dönteni? Imádom őket. Velem nem fordult elő olyan, szerintem, hogy tényleg majdnem az összes egyenlően tetszene. Jó, persze, vannak, amelyik jobban tetszenek, de az, hogy egyikre sem mondtam azt, hogy fúj, vagy hogy ez nem tetszik, olyan már régen volt, de tényleg. És ez most nagyon pozitív csalódás volt ez a show, uramisten. Hát én élek halok értük. Nagyon jó. Hát, majd később visszatérek, hogy mit döntöttem, hogy melyik lovat veszem meg, mert őszintén szólva meg tudnám venni őket, most van pénzem. Kiedzeni őket nem biztos, hogy ki tudnám, de nagyon tetszenek. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszenek. Nem tudom, már segítsetek! A kommentbe írjátok már le nekem, hogy szerintetek melyik legyen a kiválasztott, vagy melyikek legyenek a kiválasztottak. Haj. Lehet, hogy jön a következő Jeanette Nystorm Low Shopping Spree, mint a Hannoveriknél is volt, vagy nem Hannoverik, Trakiknál, na, Jézusom Szandra. Szóval a Trakiknál is. Hát nem tudom, nem tudom, de mindegy. Ennyi lett volna igazából ez a videó a finn lovakról. Én csak ömlengeni tudok, komolyan mondom. Engem megvettek. Az áruk is jó, iszonyatosan szépek, jól kidolgozottak. Az összesen van jegy, azt hiszem, ha jól néztem. Engem megvettek, kész. Én elaléltem. Vége. Kész, vége. Bum, bum, bum. De hát akkor ennyi is lett volna ez a videó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és a következő gameplayemben találkozunk. Addig is. Sziasztok!